Sípol a tüdőn baszki. Vagyis Basz. a páslim, nem tudom. Lehet, hogy ez már a vírus. Szevasz! Szevasz, Charlie! De remélem nem a vírus, mert akkor uh, neked is el kéne költözni a franciaországi kastélyot, az új barátnőddel Ó, oh, igen, a Berlusconi volt talán. Igen. Igen, igen, igen. igen. Zsír. Hát, így mulat egy olasz úr. <coughs> a francba vele. Köszöntjük a pétriónos hallgatókat, akik a zárt csoportban, csoportban figyelnek minket. Bódis Peti, Tógyuszma, Matok Peti. Hello! Sziasztok! Illetve köszönteni szeretnénk minden egyes vaperénát. Ha hallgat minket, ha nem. Ha hallgat ránk, ha nem. Boldog nőnapot, ugyan kettő, az az kettő nappal ezelőtt volt, de az előző adásban még korai lett volna ez az adás. Van a nőnaphoz legközelebb is. <kül> Meg tulajdonképp a kethez van a leges legközelebb, mert hogy ma van. Igen, a halvány kiegészítést azért tennék a végére, hogy köszönteném az összes hasonszőrű nevű hallgatónkat, tehát a Zoltánokat, úszkve a Tamásokat, akiknek egy nappal a Zoltán nap előtt van a, a névnapjuk. De sajnos az van, hogy a nők annyira szeretik a Zoltánokat, hogy a nőnapot azt természetesen Zoltán napra tették. Ez így van, mióta megszülettem Ennyi. Hagyjad már a francba ezt a dumát. Ez nagyon szar csajozós duma volt. <laughs> de én már nem akarok csajozni, Charlie. Én olyan pipa vagyok erre, hogy, hogy ezek a mainstream nevek, hogy Katalin, Zoltán, majdnem mondtam, hogy meg nőnap, de hát ilyen név nincs. Úgy forognak a köztudatba. Robert, sehol, semmi. Gyula, vagy valami. Érted? Azért figyelj, a Brian élete sokat dobott a név ismertségén. Brian. Lobel, <laughs> Lóbelt lett fold, igen. <laughs> Na de mi történt veled, aztán, aztán majd ki vesézzük a egyéb is témákat is. De... Velem, velem semmi uh, különös uh, unokázom, uh, élvezem a az unokázást egy ideig. Tehát azért ezt, <laughs> ezt be lehet látni, hogy kettő darab ilyen haramiával egy darabig élvezet az élet, aztán egyre, egy, egyre a keserűbb valóság felé taszítják a, az embert. Hát két, két, gyerekkel baromi nehéz bármit csinálni, tehát mondjuk kézen fogva sétálni az rémálom. Hát tehát... idegileg tönkre menni, viszont nagyon jól lehet velük. Na azt nagyon, azt nagyon remekül lehet. Készség szinten. Igen, igen. Hát akkor ennyi. ennyi. Hát nem sok. Nekem még ennyi se volt. Persze, majd közbe jut eszembe, mint a nem mondjuk ki a nevét Krisztiánnak. Nem, 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 nem. Én ez sem mondtam ki, de, de illetve nem. 24 órát vártam rá, hogy kimondhassam. Hello, Krisztián! <laughs> 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 Jaj. Sorozatdarálás sorozat darálás volt már a második hétvégetelt úgy, hogy ilyen nagyon masszív, tehát ez a fölkelek tudod, és délután fél hatkor meg, ó, nem, minek vegyem át a pizsamát, jó voltam így egész nap. Úgyhogy sorozatokat daráltunk, meg a munkahelyi stressz volt az, ami kitette. Például a mai napomat is ugye beszéltünk, miközben jöttem hazafelé, hogy egy kicsit agyban kikapcsoljak, és átszelleműjünk ehhez a projekthez. Ja, igen, meg megkerestek a a, az egyik egyetemtől, hogy legyek vendégoktatójuk, nem, de szépen hangzana, hogy, hogy lenne náluk egy, egy előadás, amit mivel egy pár előadójuk Olaszországban reket, egy pár előadójuk Svájcban reket, élő közvetítéssel kéne megoldani, úgyhogy tudod, ez a hétfőn egy ismerősöm megkeres, hogy mit csinálsz csütörtökön pénteken, mert lenne egy projekt, és akkor így átorganizálni az egész hetet, és fejből kitalálni, hogy mit lehet majd ott megvalósítani, mert tudod, nincsen sok kívánalom, csak hát a néző tudjon kapcsolgatni online, hogy angol vagy magyar hanggal szeretné hallgatni, meg ilyen hogy, úgyhogy <kül> úgyhogy most ezt tette ki a múlt hét végémet, meg a most a hét elejét. Aztán meglátjuk, hogy egyáltalán sikerül-e odáig eljutnunk, hogy úgy átrajzoljuk a kalendáriumot, hogy beleférjen ez is. Jó lenne, de hát tudod, mindig időből van a Jaj! legkevesebb, de ha ásítás van, minden van, mondta egy jó barátom, úgyhogy hát körülbelül Ennyi volt. Úgyis adás közben jön, még mit, megint mit integetek itt az ablak felé, tudod, mikor beszélgetek? Szóval, áh, mindegy. Ö, apró sneak peakként azért eldurandhatnánk egy olyan kis petárdát, hogy ö, hamarosan, nem tudom mikor, nem tudom hogyan, valahol, valamikor nem csak mi ketten, hanem hárman fogunk beszélgetni a nemzetközi helyzetről, mert az mit csinál Fifika? Fokozódik természetesen. Ahogy mondod. Mert Itt... az egyébként <coughs> mást soha nem tud csinálni. Igen, <coughs> igen. Úgyhogy lesz majd egy ilyen adás is, ahol ö, specifikusan egy országot ki fogunk ö, vesézni mindenféle általunk fontosnak vélt aspektusából. Egyébként erről jutott eszembe, hogy közben el is felejtettem. nem, nem, De neked, nem. Egyébként erről az jutott eszembe, hogy Olaszországot konkrétan lezárták a picsába. Igen, beszéltem egyébként tegnap pont, ö, jaj, le is zártam a gépemet ezzel a lendülettel, beszéltem Giorgioval, hogy remélem jól vagytok, mert úgy hallom, hogy itt problémák vannak. Az... Jól vannak, köszönik szépen. Tudod, mikor a nápolyi azt mondja, hogy de rengeteg idióta van, és ott így belegondolsz, hogy képzeld, hogy ha neki idióta, akkor neked mi lenne, mert hát egész más a. a, a hogy mondják ezt a. Az, a ér, az érzelmi szint és a habitus, igen. Úgyhogy azt mondta, hogy csomó ember volt. Úgyhogy már ők úgy mondták, hogy ez a vörös zónás emberek, azok úgy leszarták, és megindult akkor egy ilyen áradat lefele, mert az még nincs lezárva. És akkor szépen így viszik le a bacilusokat hozzájuk, és megfertőzik az összes többi régiót is, úgyhogy úgyhogy mondtam neki, hogy hát ezen már én is túl vagyok, mikor hazajöttem, akkor én is kényszerpihenőn voltam, de vigyáznak magukra úgyhogy innen is kitartást mindenkinek, aki Olaszországban <tosz> tengeti most a napjait, és egyébként érdekes volt olvasni, hogy tudod, mindig mondják ezt, hogy jaj, mert a károgók, meg hogy miért veszel 86 millió WC papír gurigát, nincs erre szükség, fölösleges hangulatkeltés, és és aztán nem azt mondom, hogy mi van, de van egy ilyen cikk, hogy amit tudni akart az influenzáról, de sosem merte megkérdezni illetve még ilyenek vannak, hogy operatív törzs el kell gondolkodni korlátozó intézkedéseken, illetve, illetve elmondták, hogy hát attól függetlenül, hogy ez van, azért nem olyan ördögtől fakadó ez a dolog, és akkor mondták, hogy miért nem igaz az, hogy ez nem annyira fertőző, mint az influenza, és csak elég abba belegondolni, hogy igen, az influenza bár fertőz, de a halálozási mutatója közel sem ilyen rossz, mint ennek a újfajta vírusnak, illetve az influenzának van védőoltása. Ennek az meg nincs. mondjuk nem, nem hátrány. Igen. Annyit még hozzátennék a mondandóthoz kis színesként, hogy Romániában tegnaptól bezárták az iskolákat konkrétan így. Átok. Nem mindet szerintem, vagy mindet. De az általános, hogy a általános iskolát igen? mindent, a uh -huh. főiskola egyetemből uh, talán egy-kettő nyitva maradt, de az általános iskola, és ott 12 osztály, tehát uh, ott uh, egy uh, 12 osztályos rendszer van, tehát uh, gyakorlatilag olyan, mintha itt a, a gimnázium középiskola általános iskolában nem lenne tanítás. Én azt gondolom, hogy egyébként így a tavaszi szünetet egy picit előrébb hozták. Gondolom, az majd kimarad, ha, ha a járvány alább hagy. De most tíz nap vagy két hét pihi. Hát azt mondták, hogy kettő, de már olyat is hallottam, hogy azt hiszem pont a giorgio beszéltünk erről, hogy, hogy már most megmondták, hogy két hét, de bőven benne van az, hogy lesz abból két hét plusz négy hét. Most olvassom, egyébként, Csehországban is bezárják az iskolákat. Karanténba vonul az EP elnöke, tehát... <laughs> és én, érdek... én egyébként is karanténba vagyok dócon, a dócon <laughs> vagyok amúgy, tehát... Érdekes cikk volt még ezzel kapcsolatban, a hogyan élheti túl egy cég a koronavírust, és ugye aki nagyvállalati környezetben dolgozik, mint mondjuk én, az találkozhat ilyen, ilyen disaster tesztekkel, meg mindenféle BCP, tehát tudok én ilyen varázsbetűket mondani, a hárombetűs rövidítéseket, és, és hogy hogy kezelik a helyzeteket, mert vannak azok a cégek, akik felkészülnek rá, meg vannak ezek a, tudod, ezek a majd ahogy kiadja, vagy nem, dolgok. <kül> és ami egy érdekes hozadéka egyébként, hogy a, az olaj, az valami iszonyatosat esett, azt nézted a héten? Igen, igen. Tehát valami 55 dollárról lement 30-ra? Ami, ami még ö, érdekes volt ebből, a, hogyan készülnek a cégek, meg ha te munkavállaló vagy, vagy munkadó vagy, akkor mit kell csinálni, Uh, ott van egy röpke megjegyzés, tehát hogy, hogy te mint munkavállaló, amennyiben a környékeden uh, fölütötte fejét a járvány, tehát vannak uh, uh, regisztrált esetek, akkor megtagadhatod azt, hogy uh, hogy bemegy dolgozni, kivéve. A gyövő bíró. Meg, ha egészségügyi dolgozó vagy ja, kis igen, 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 igen. <kül> Igen, ez a fő probléma egyébként az olaszoknál, hogy ebbe nem tudunk belegondolni, hogy ez milyen lehet, de körülbelül azon a szinten vannak most az egészségügyben, mint amit mondjuk egy jó vészhelyzet epizódban láthatott az ember, egy nagy baleset után, mikor osztályozni kell a betegeket, mert nincs annyi ágy, és nincsen annyi ellátó személyzet. És akkor osztályoznak, hogy 70 fölött mennyi esélyed van, ha te nagyon köhögsz, és ki vagy száradva, mennyi esélyed van, és a többi, és a több biztos van erre valami protokoll, és, és, ott már ez alapján megy, de hát ott igen nagy szarban lesznek, hogyha ugye elkezdenek kihullani a sorból a, az egészségügyi személyzet tagjai. Úgyhogy, hát, ja. Én ne, nekem nincsenek, hogy mondjam, én nem vagyok pánikolós típus, nem vagyok túlzottan nyugodt sem, tehát én, remélem, hogy az arany középút vagyok, nincs itthon 70 guriga WC papír, múltkor olvastam, hogy valaki 48 guriga helyett véletlen 48 kartonnal rendelt egy webshopról, úgyhogy élete végéig meg 120 évig a WC papír el van intézve. <kül> úgyhogy én nem ez a típus vagyok, de ettől függetlenül azért azért fel kell készülni az eshetőségekre is szerintem. Hát igen, ha ezt tudtuk volna előre, akkor már tavaly januárban elkezdtünk volna szájzolni. gyárban gondolkodni. Hát na, vagy a másik. És holnap után már milliómosok lennénk, ugye? Igen. Azt mondja, hogy megkattintom a gyűjtő kategóriát, mert ha. olyan megdöbbentő videókat láttam az internet bugyraiban, hogy én azt, azt hittem, hogy az vicc, de nem fifika. Tehát, hogy vannak olyan beteg emberek, képzeld el, Kínában, ha hol máshol. Nem tudom, ez a megdöglött a tehenem, dögöljön meg a szomszéd tehene is. Ö... azt csinálta kérlek szépen az egyik versenyző, hogy az a pénz, amiket dobálgatott be az automatába, a... az egyik szájmaszkos levette a maszkját, mindegyikre ráköhögött, a másik ráköpött, és úgy dobta be az automatába, <laughs> ugye, ugye? És az még a legóvatosabb volt. Aztán volt egy, aki uh, ráköpött a tenyerére, és a liften az összes gombot végig simogatta. Uh, döbbenten álltam, hogy tényleg vannak ilyen beteg emberek, hogy, vagy, vagy, vagy miért, vagy nem nem tudom, hogy ez. <laughs> uh, ez mire ilyen, jó vagy. Ez ilyen vendett a hajlam, tudod. Igen. Most leszámolok az emberiséggel. <laughs> Igen, megtaláltam ezt a cikket egyébként. Természetesen a tech tudományban van volt, pont egy mai cikk, hogy miért van ekkora para a koronavírus körül, miközben az influenzában jóval többen halnak bele, tudod, mindig ezt mondják mostanában. Ez a, ez a legerősebb érvelés a közösségi médiában. De azért nem már erős lábakon a dolog, mert amit az előbb mondtam, hogy a fertőzési képessége a. a az influenzának a koronavírushoz képest gyenge. Halálozási aránya gyengébb. 70 év felett, és adjuk hozzá, hogy sok a nyugdíjkorhatár feletti házi orvos, ugye, akiről az előbb beszéltél. Egyszerre ő egyébként veszélyeztetett, és, és egyébként nélkülözhetetlen a védekezésben is. Ennek ellenére ezek a legnépszerűbb témák a Facebook posztokban, meg egyébként a Donald Trumpnak a Twitterén is de hogy nem a halálozások száma indokolja, és ott van egy gyönyörű görbe, hogy ez a, tudod, amit úgyse tudsz megállítani. Csak enyhíteni. És van ott egy kontrollálatlan terjedés görbe, ami egy ilyen nagyon magas, nagyon meredek, meg van egy, egy, olyan, ahol a járványügyi intézkedések melletti terjedés van, ez sokkal laposabb, és, és ugye van egy vonal, egy vízszintes vonal, ami az egészségügyi rendszer teherbíró képességét szimbolizálja és az egyik azért jóval fölötte van, és ez itt a, a nagyon veszélyes, amit te is mondtál, ugye, hogy mi van, hogyha kihullanak az orvosok, meg az ápolók, meg a nővérek. De van egy videó egyébként ott, amit tudni akart az influenzáról, de sosem merte megkérdezni, ezt majd berakjuk. És pont egy témába vágó komment Gyuszmától, mert ha jól tudom, akkor Gyuszma egy általános iskolában dolgozik talán, azt mondja, hogy náluk péntekre döntik el, bezárják-e az iskolát, be fog csavarodni. Annyit üzenek gyuszma, metálzene, ecigi, akkumulátortöltő. Örök élet meg egy nap. Én, én csak egy klasszikus mondatot szeretnék elmondani, ugyanabban a hangsúlyban, hangdemben, amiben az eredeti spájzoljatok, spájzoljatok, spájzoljatok. Igen, ez a Liszt, cukor, élesztő. Valaki, megkérdez... liquid, liquid, liquid. valaki megkérdezte egyébként a Balázséktól, hogy jó, hogyha valaki vesz 20 kiló cukrot, de hogy mit csinál vele? Hogy befőzlek várt? Mert hogy nincsen még szezonja, még a baracknak se? Vagy limonádéba? Hát ennyi limonádé a világon nincs. Élesztőhöz. Azt mondja, ez -e 20 tonna kenyeret meg tud éleszteni. Már magát a tésztát, úgyhogy... Tényleg ezt a, mondjuk mi nem vagyunk cukrosak nagyon, tehát erről leszoktattuk magunkat a finomított kristálycukorról, úgyhogy nem teszünk ilyeneket semmibe. Cukor nélkül ki lehet bírni tartósfogyasztási élelmiszerből, amit én betáraznék, mit tudom, két zsák krumpli, érted, 10-20 kiló liszt, 4-5 zacskó rizs, tehát olyan, amit ami tényleg tudsz használni. Mondjuk nyilvánvalóan akkor van értelme, hogy ha lisztel tudsz mit kezdeni, drága bogaram. Tehát... <laughs> egyébként pont ezt írtam, Matók Peti, tudod, a só meg a liszt, hogy sógyúrma lesz. <laughs> igen, 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 igen. Tehát <laughs> azért legalább most próbált ki, hogy tudsz-e kenyeret valamilyen szinten van-e affinitásod a, a dologhoz, mert egyébként nagyon sanyarú sorsod lesz. Én, én nagyon élvezem, úgyhogy én nem tudom már hanyadik adag kiflimet sütöttem, meg sós kiflimet. Úgyhogy, bár múltkor elbasztam kicsit, mert csak úgy, hát, ezt, ezt, hagyjad már, egy pro user vagyok. Én ja, csak igen, szemre, igen, vá igen. szemre elvágom, tudod, az adagokat, és aztán, aha, az egyik kifli akkor lett, mint mit tudom is, én két ujjam egymás mellett, a másik kifli három újnyi, mert ugye az még majd kell is a tepsin, Úgyhogy, á, jó, jó, tök mindegy, elfogyott fifika. Tehát lesütöttem, dolgoztam vele, csak a kelesztés volt így nettó másfél óra, dolgoztam vele két órát, tíz percig se tartott. Na mondom, hát itt egy dupla adagot kéne csinálni, basszus. És ha a klingonok már a spájzban vannak? Kérdezte Bódis Peti, ja. Azért kommentelnek itt nekünk a Patreonok, mert nekik van egy zárt. Kokettáló csettjük, és ők hallgatják élőben az adásunkat, de egyébként ők ugye előbb is tudják meghallgatni, ezzel is próbáljuk nekik megköszönni, hogy hétről hétre hónapról hónapra hosszú évek sora alatt támogatásokat e, így nyilvánították ki felénk. nagyon szépen köszönjük. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show notes keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 És egyébként, hogyha itt a, erről a hétről hétre, hónapról hónapra dologról ö, ráfűzhetek, akkor... Ö, csapjunk át on topicba? Yes. All right. Ezt képzeld, mi nap jött velem szembe, <kül> és uh, ez egy e-mail értesítő volt, igen, igen, most már emlékszem, és ott van a lead, ugye, hogy a cigaretta megkeseríti az életem, mégsem tudom lerakni, és alatta, hogy hol a forrás, Enel Café. Na mondom, hát ez nagyon jó, mert nekünk régen volt egy beszélgetésünk, egy helyre igazítós beszélgetés nagyon-nagyon régen, pont egy NLK és cikk kapcsán, és nevet nem is fontos mondani, de csak annyit mondok, hogy K. Gabriella volt az újságíró, akit felvilágosítottunk, és utána mondtuk neki, hogy természetesen bármi van, állunk rendelkezésére, hogyha a témával kapcsolatban tudunk neki segíteni, vagy szélesebb körben egyébként a felhasználóknak, vagy elhessegetni a tévképzeteket, vagy mit tudom is én. Na, és ennek folyamányaként látom, hogy képzeld, ő írta a cikket. Na, mondom, mi történt már megint, amiről nem tudunk? A az egész cikket, ha megkap, mindig ilyen kattintom meg, hogy utána várnom kell én is beszélnem fölöslegesen, azt mondja, hogy ha cigisztél valaha, meg fogod érteni, mennyire kemény küzdelem minden áldott nap dohányozni. Már kicsit olyan fura a kezdés, hogy. Tehát, mint hogyha ezt ilyen challenge érnénk meg, hogy nehéz, de kitartok, tudod, cigarettázok, uh -huh. azért is. A... Azt mondja, és ez az a fura, hogy én, de adás előtt egy picit beszélgettünk közösen is róla, de hogy te sem tapasztaltál még ilyet, azt mondja, hogy azt hittem, hogy jobb lesz a helyzet, hogyha ugye leszokik a cigiről, ha úgy szokom le a cigiről, hogy átszoktatom magam az elektromos cigire, de tulajdonképpen csak még rosszabb lett a függőség. Régen egy-két órát kibírtam ciginélkül, Ma már a 30 perc szünet is kihívás az elciginél. Folyamatosan azt lélegezném be, és már saját magamat utálom érte, hogy miért nem tudom letenni, pedig a mindennapi tevékenységeket is megnehezíti számomra, hogy szívom az elcigit. Nem tudok egy óránál többet nyugodtan eltölteni egy moziban, vagy a gyerekkel a játszótéren, mert hörög minden idegszálam egy slukkért. Most tovább nem, 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 nem olvasom. Hogy mi Na, van? Ki kezdje? Ke, fi, Kezdjed, mert nekem fel kell ocsúdnom ebből. Olyan, mintha kaptam volna egy balhorgot. Tehát. Uh, tudod mit? A felhasználói uh, user problémát azt ráthagyom. Oké. Okay. Uh, nekem ezekkel a mondatokkal az a bajom, hogy Magyarországon Uszkve azt mondjuk, de fogalmunk nincs egyébként, de nagyságrendekben azért ez egy jó becslés, több mint 200 ezer elcigarettázó van. A 200 ezer elcigarettázóból nyilván mi nem ismerünk személyesen mindenkit, de mondjuk egy olyan, annak idején, amikor a Fekete Fórumon ez a ez a, az Én Történetem című ö, dolog ment, ott egy ilyen több mint száz, de az is lehet, hogy ilyen kétszáz körüli ö, bejegyzés született ö, azzal kapcsolatban, hogy ö, ki hogy élte meg ezt a, az elektromos cigarettára való váltást. Illetve ö, én nem is tudom, talán kilenc éve folyamatosan használom az eszközt, ö, ott, ott vagyok, ö, szinte minden platformon rengeteg ismerősöm van nyilvánvalóan elcigarettás de ilyen kijelentést amit ebben a cikkben olvastunk én élő elcigarettástól soha, de soha nem hallottam uh, nyilvánvaló, hogy ebben van egy user error de, de nekem nekem ez egy ilyen ez egy ilyen baromira nem életszerű sztorinak tűnik, és hogyha én egyetlen rövid kis leadben, pár mondatban szeretném a dohányosokat eltántorítani attól, hogy valaha is eszükbe jusson egy cigarettára váltani, akkor ez tényleg, tehát azt mondom, hogy már ilyen költői magasságokba emeli azt a, az üzenetet, am amit ebben a négy-öt mondatban meg lehet uh, uh, fogalmazni és tényleg le, le a kalappal előtte uh, csak nem ez a cél, tehát uh, uh, egyfajta felelőssége van mindig az írás tudó embereknek uh, mindig a, a hogy is mondjam a nagyobb képet uh, Kellene nézni. Tehát, még ha ő ilyen érzelmekkel is küzd, uh, akkor, akkor egy, miért nem kért tőlünk valamiféle segítséget, vagy nem tőlünk? Millió csoport van a neten, Facebookon, tehát lépten, nyomon tényleg, ha valaki egy picit elkezd érdeklődni, uh, belebotlik egy-egy uh, ilyen elcigarettás csoportba. Ott, ha megosztotta volna egyébként ezt a pici kis röffenetet, amit így rábírt kenni a papírra, akkor valószínűleg fölvilágosították volna arról, amit majd te mondasz róla, és nem, nem, lenne ilyen az affinitása. Ez az egyik. A másik az, hogy ezt kizárt dolognak tartom egyébként, hogy a, a ha a, nekem úgy jön le, hogy ő már elég régóta használja az e-cigarettát, az kizár dolognak tartom, hogy a nikotinhoz ilyen ö, ö, függő kapcsolata ö, legyen valakinek, mondjuk fél év, egy év, másfél, két év, három, négy, hat éve beszéltünk vele, az is lehet, hogy hat éve e-cigarettázás után. Tehát ennyi erővel a távirányító nyomkodás sér is utálhatom magamat, mert magát a mozdulatsort uh, hiányolja az ember, de, de az összes többi olyan dolgot meg kihagyja. Tehát ugye egyrészt 95%-kal kisebb az ártalma annak az eszköznek, amit annyira utál, nem büdös. Ugye a cikk további része egyébként a, a dohányosokkal foglalkozik ő pedig semmilyet nem sorol föl egyébként, amiért a dohányos a dohányzást utálja, vagy amiért a dohányosokat utálják. Tehát nekem ez egy ilyen, ilyen nagyon felemás és még egyszer mondom, baromira nem életszagú a szituáció, amit ott leírt. Te jössz Csámi. Igazából, ha a, tudod, hogy kezdjük a cikket legördítünk a végére. Ott van keretesbe, szokjunk le együtt. Ha neked is problémát okoz a cigi függőség, akkor hej, ismerkedjünk meg a az új bizékkel, euh, ez a vízérkeresőkkel, országos dohányzás leszokás támogató módszertani központ, ingyenes telefon, ami, mint már említettem, már három éve sem nagyon működött, de speciálisan képzett szakemberek várják és segítik a motivált leszokni vágyókat az evidenciákon alapuló, proaktív, módszerű és kidolgozott tematika mentén, és akkor ezt. Még egyszer elmondom, hogy utána vissza tudja kiidézni valahova. Tehát, segítik a motivált leszokni vágyokat az evidenciákon alapuló. Ennyi a lényeg. Következő, amit kiemeltek a cikkben, ennél már csak az volt rosszabb, amikor betegen, köhögve, begyulladt torokkal is dohányozni kellett. Minden szónak jelentősége van, és hangsúlyozni kell. Kellett. Miért kellett? Egy, nem kellett. Kettő, én emlékszem mikor beteg voltam, Fifika, tudod az az igazán beteg, ö, ö, tudod az a férfinát, ha na, te is voltál ja. már ilyen. Ha 37 fokos lázban fetrengek. Igen, 37-2-vel fetrengek és a papot keresem a telefonkönyvben, de hogy na, az, azok voltak azok a pillanatok, amikor nemhogy akkor, de még utána napokig nem kívánja az ember a cigarettát. Tehát ez a Betegen köhögve, begyulladt torokkal is dohányozni kellett. Azért erős, erős, erős csúsztatás. Mert olyankor az embernek minden más baja van, és egyébként a cigaretta sem esett jól, emlékszem. Tehát nem, nem lehet az ellenkezőjéről meggyőzni, nem esett jól. Te is így voltál. Voltak úgy, mikor beteg voltál, nem hogy nem dohányoztál egy-két-három napig. Azt utána mégis. Én, a, én a, a mandula műtétem alatt azt hiszem, hogy tíz napig nem dohányoztam. Na. Tehát felnőtt, felnőtt ugye nem, nem, gyerekként a mandula alatt, hanem 20, 23 vagy 24 éves voltam, amikor a mandulámat kivették, és tudod, befeküdtél, jobbról egy, egy gégerákos feküdt, balról egy, tehát már, már, maga a millió is elég Szar volt, még azt hiszem aznap lementem rágyújtani, és akkor ugye még sehol nem voltak ezek a borzasztó erős tiltások. Tehát azt hiszem, hogy a klinikán kimentem az erkér, azt ott, ott volt a csik tartó, tehát tudom én 20 métert kellett gyalogolni, hogy, hogy rá tudja gyújtani. És, és amikor a másnap a műtét meg volt, na onnantól kezdve, nem, hogy nem kívántam, hát egy egyrészt láttam ezeknek a szerencsétlen embereknek a kínlódását, akik a cigaretta miatt kerültek ö, oda, másrészt meg, meg képtelen volt, tehát örültem, hogy hogy a nyálam lebírom nyelni nagy kínlódások közepette, nem hogy még, Igen. még cigarettázak is. És az baromi érdekes volt, hogy tíz nap után ott kijöttem, egyébként a mandula az ilyen nagyon furcsa, hogy a negyedik, ötödik nap, mintha elvágták volna ezeket a nyelési nehézségeket, egyik pillanatra a másikra érzed magad gyógyultnak. És, és tíz nap után fogtam magam, előttem egy szácigit rágyújtottam, és aztán folyamatosan persze dohányoztam. Uh, továbbra is. nekem a napi adagom az ilyen, ilyen egy doboz környéke volt uh, mindig is. Tehát nem, nem voltam Krisztián, hogy, hogy négy, négy, doboz volt, amikor nem, nem szórakozott, és nyolc, amikor elment kártyázni. Igen. nem tudom, igen. igen. <laughs> uh, és, uh, és tényleg úgy, úgy volt mindig, hogyha valami nagyon nagy gebasz volt, vagy, vagy uh, Egyedül talán a, a, mondjuk ez pont nem téged fog megerősíteni, de, de egyedül, amikor hasnyálmirigy volt, akkor dohányoztam végig a hasnyálmirigy gyulladásomat, mert egyszerűen ö, azt tartott életbe tólt, hogy, hogy ki tudsz menni abból a kurva kórtelemből, le tudsz menni a, a tiszapartra, érted? És, és a napi három infúziód között ki tudsz menni. Tehát mondjuk akkor ilyen négy-öt szál gurult el egy nap, tehát azért nem, nem az a szokásos mennyiség. Meg ugye nem ehettél, tehát az ilyen borzasztó helyzet volt, tíz nap null diéta, tehát szájon keresztül semmi. Uh, és akkor maradt a cigaretta kávé nélkül, tehát még hogy tudod, tehát semmit nem, nem, ihattál, ehettél, tehát az, az egy eléggé uh, brutál helyzet volt, meg fájt is, meg minden bajon volt, de, de egyébként, hogyha így, mit tudom is, én megfáztál, tényleg ilyen nagyon hurutos, nagyon szar állapotba kerültél, akkor annyira azért nem, nem ment a, a cigi, mintha mint nem lett volna semmi bajod. Tehát ennyi. Ennyi, illetve, illetve az sokan ö, jól meglátták egyébként, mert kommentben pont azok jöttek, amire én gondoltam, de először egy másikféle kommentet ö, előveszek. Azt írta valaki, hogy az elcigiről sokkal nehezebb volt leszokni, ez tény, és mivel szabad, hiszen nem büdös, nem kell kimenni, stb., hogy szívjad, és sok finom íz van, így teljesen igaz, amit írt, hogy az ember szinte folyamatosan kívánja is vannak, van, aki folyamatosan szívja is. Ez azért nem igaz, és kitérek a legnagyobb problémájára látatlanban csukott szemmel hátszélben is kimerem jelenteni, hogy a szikírója is a túlzás figyelmen kívül hagyva, biztos azért volt így, hogy egész nap a szájában lógott, mert vannak azok az embertípusok, a kollégám is van ilyen, aki, tudod, mire visszamentem, már leszokott, tehát nem találkoztunk négy napig, és már az elcigiről is leszokott. Meg tudnám kérdőjelezni ennek a fajta leszokásnak a sikerességi mutatóit, de de pont ez a amit vázolni szeretnék, az is ilyen, hogy tudod, a, ezek a nagyon tudományos leszokások, hogy elkezdem a hatossa, elfogy ez a 10 milli, aztán átállok hármasra, az a 10 milli is elfogy, utána még 20 milli nullás, és utána készleteszem. És pont ezekért jönnek a sikertelen leszokások, meg az ilyenek, hogy egyfolytánban a számba volt. Persze, mert a, te szervezetednek, aki mondjuk 15 évig mezitlába zsitánt szívtál, vagy mit tudom is én, piros talpas szimfóniát, vagy pénzügyőrt, ugye? Oda, oda, kevés a hármas, mondjuk. Vagy a nullás, az meg inkább csak a vicc kategória. Szóval a mi időszakú, tehát én is még a 12-essel kezdtem, de volt nem egy, nem kettő, ismerős, aki 18 assal vagy 24-essel kezdett, és egész sokan hu 24-es Vatelinos uh, patronos, uh, hidas kazános sztori volt az Igen. enyém. És ugye mi mindig az, azt uh, mondtuk, hogy lehet upgrade-elni, vagy downgrade-elni, ugye. Ahogy fejlődtek a kazánok, úgy volt az, hogy ebben ebbe már nagyon erős, ebben nagyon jön a nikotin, és akkor volt a váltás lefele. Emlékszem, nekem így volt a tájfunnál, hogy a Nova után Vivi Novato, ugye? Meg az Eternity, ami még m itt van, amit küldtél. Istenem! Igen, a 12-es, és aztán a GT-ben már 6-os, és azzal pont azt éreztem, az meg volt a feeling, és aztán jöttek a dripkazánok, meg botonfiderek, meg az anyám kínja, ott meg a hármas is, és szerintem én a hármas szívom most már, vagy hat éve, úgyhogy amikor meg olyanom van, hogy erősebbet kell, hogy érezzek, akkor erősebbet, és nincs, tehát jó, értem, értem, a feleségem azt mondja, hogy mindig feszt a számba log, de higgyétek el, nem. Tehát az nem feszt a számba lógás, hogy mit tudom, és a kocsiba mondjuk beleszívok négyet, és aztán értem én, hogy nagy gőze van, de utána egy 10-15 percre leteszem, és azt sem szabad kihagyni az egyenletből, amit már olyan sokszor beszéltünk, hogy míg a cigarettának az expozíciós ideje az pont egy cigaretta szálnyi, tehát 6 perc. De legyen. Nincs az 6 perc, Charles. Hát, úgy gondoltam, hogy gondolkozó hár, szívod. 5 perc közé. Oké, okay, legyen 5 5 perc, addig, hogy ugyanezt a nikotint a szervezetedbe juttasd, elektromos cigarettával 20-25-30 percig kell elcigizned. Tehát Amennyiben hagyományos nikotint tartalmaz, mert a nikotinsó az sokkal... Persze, persze, persze. A... De hogy... Szívódik. Tegyük fően. hozzá, hogy aki mondjuk elszívott óránként 100 cigit, akkor azt most gondold végig, hogy az azt jelenti, hogy te, ha egy óránként 100 cigit, az azt jelenti, hogy fél órát szívod az elcigit, fél óra szünet, fél órát szívod, fél óra szünet, és már is fejben az van, hogy úristen, én folyamatosan ezt szívom. Hát, kis csillag, erősebb nikotinra kellett volna állni, és akkor nem ez lenne. De mondom, nagyon helyesen többen ezt ö, látták meg a dologban, úgyhogy a panda is írta, hogy most ugye ő is, ö, emlékszel még ilyenekre? t 3 meg inokines védé, mint bizony, készülék. Bizony. Ego. Erős dohányosnak hármassal kezdeni meredek. Pont kopra, én is így gondolom, meg a DL használat is. A másik kommentelő azt írja, hogy tipikus, kevés a nikotin hatás folyjon a szádban. Folyton a szádban lóg, mert nem elég furamód, ma már nekem elég a hármas, a 18-assal kezdett egyébként, néha a placebo nullás is, egy év után volt, hogy nem vitte a likvidet a melóhelyre, tehát ugye, ez a nem vittem a melóhelyre, hányszor volt az, hogy én is elhagytam, vagy nem, nem a Krisztián hagyta el, én csak itthon felejtettem, de hogy elmész a közértbe bevásárolni két-három órára, azt nem leszel idegbeteg, tehát én pont azokat tapasztaltam a Elciginél, amit ő nem tapasztalt nála, és ez ahogy hogy folyamatosan az elcigért remegjek, hát ilyen a büdös életben nem volt. Olyan volt, hogy azért akartam szívni, hogy ha kifúvom, akkor annak olyan gyö... Tehát, tudod, mikor nézed a gőzét, hogy milyen szépen száll. Azt megértem, az... de azt akkor azért szívod. Nem azért, mert hogy a nikotin, a nikotin, a nikotin. És még egy páran leírják, hogy mennyivel kezdtek, hmm. meg hogy van is itt valaki, aki 12-es MTL felhasználással kezdte, aztán másfél év alatt nullára lement, aztán DL, és most jön a lényeg, igen, lehet, hogy van benne valami igazság. Jó egy éve újra MTL és 3-5 mg nikotin, mikor hogy sikerül kikeverni a levest, két állandó íz, azóta tisztán, nem csak hallom, látom a tévét, monitort, újra felismerem a szélvédőn keresztül a közlekedési táblákat, és az útszéli gyalogosokat is. Igen, ebben van valami. <laughs> Múltkor kifújtam én is a felhőkocsiába, azt hogy gyorsan minden ablakot lehúzott. Ja, ja, ja. Úgyhogy ilyen kommentek jöttek csak, hogy ők sem tudják hova tenni igazából a hölgynek az elektromos cigaretta iránti ellenszenvét, vagy, vagy vagy ezt a sikertelen e-cigarettával történő leszokást is. Szerintem az e-cigaretta az semmiképp nem olyan, mint mondjuk, a, ahogy a tapaszoknál tudod, leszokták írni, hogy, hogy hány hétig ezt a tapaszt, utána hány hétig azt is, akkor így kb. tudod, hogy na, egy kis akaraterővel meg ezzel a metódussal mondjuk két hónap vagy három hónap alatt le tudom tenni. Hát e-ciginél én ezt nem tartom kivitelezhetőnek, életszerűnek ezt a, egy hónap, két hónap alatt leszokom el cigivel dolgod, de hát lehet, hogy csak én gondolom így. Abszolút uh, uh, igazad van. Egy, kettő pedig, hogy szerintem mindenkinek uh, egyéni. Tehát amikor én végleg letettem a, a cigarettát, mert azért, uh, hát, úszkva egy-két évet biztos, hogy így uh, kettős fölhasználóként uh, gurigáztam de amikor végleg letettem, nekem pont ugyanolyan elvonási tüneteim voltak, mintha cigarettát tettem volna le. És a negyedik, ötödik nap, már nem, nem, tudom, de szab, vagy a harmadik, lehet, hogy a harmadik, nem, inkább a negyedik nap volt az, szabályosan rosszul voltam. Érted? Tehát így elkezdett remegni kezem, lábam, le kellett, hogy üljek, ez a kórház büféjénél volt, és még ott a büfés csaj, aki már azóta, nem tudom én, hány éve Angliába dolgozik, még azt kérdezte, hogy mi van veled? semmi szerintem. Most, most ért el a, tudod, ez a... Na, az tényleg az volt, hogy így remeksz a, a és akkor még nem voltak ilyen csodák. Még, még akkor a, az, ez a KRK 500, nem tudom én, hanyas volt. És borzasztóan nem, nem. Azzal kezdtem, de az már talán Hallmeiser volt, amit akkor használtam, vagy valamelyik T-patron. És, és nyilvánvalóan nem, nem bírta megemelni olyan szinten a nikotin szintemet, mint amennyire azt a szervezetem megkívánta volna. De most már azért a, a nikotinsó korában ez. Biztos, hogy tök másképp ment volna. Viszont egy csomó ember eszembe jutott a, az écigi e történet oldalra, egy csomó ember számolt be arról, hogy egyik pillanatban dohányzott, megjött az egycigi, elrakta a cigét, és onnantól kezdve, tehát neki semmi problémája nem volt, semmilyen tünete nem volt annak, hogy most már ő nem dohányzik. Jelen, én is. Na, Ponti. Tehát, és, és ahogy olvasgattam egyébként, ők vannak a többségben. Ezt még mindig ö, hasznos, akár mondhatnánk fellengzősen is tipként lehet javasolni, hogy a mondjuk a cigaretta és az el-cigaretta átállásnál azért azzal nagyon nincsen gond, hogy ó, nagyobb gőzre számítottam. Ah, ez, nem, így lesz, van. Ez, jó. ez így de, van. De de mikor ugye beszélgettem Májkoszos kollégákkal, ők azt mondták, hogy nekik az jött be leszokásnak, hogy ne legyen ez az éles váltás, hogy pff, mintha nem jönne semmi a, a szádból, közben megjön ott a füst, a gőz. Nem, nem tudom, hogy ezt tájékoztatná, hogy hogy hívjam még. De szóval ők mondták, maradjunk, azt, hogy figyelj, maradjunk az aeroszol kifejezésen. Aeroszolizálták, igen. Szóval, hogy ők azt mondták, hogy nekik az jött be, hogy este cigi letesz, vagy elfogy, letesz, már hogy este, és másnap, mikor már a fejed is kicsit átáll rá, nincs élénken az emlékezetedben, hogy milyen volt a cigi, akkor ájkosz, és, és akkor nem olyan kontrasztos a különbség. Ja, úgyhogy szerintem ez a metódus, és említsük meg, emeljük ki, dőlt, aláhúzott, vastagított betűvel, ha már az újságírók ilyen öntörvényű csegevarák, hogy ők nem, mert ők majd jobban tudják, hiszen bölcsészek vagy valami, nem tudom én milyen szakon végeztek az eltén, és most nem akarom leszólni Északon. a bölcsész eltéseket, de hogy aki nem rest, hanem utána olvas, netán kettőnél többet kérdez, és nem lesz egyből profi, az megtalál minden infót, és nagyon hasznos segítőket mindenféle csoportokban, Facebookon, vagy, vagy máshol, e-cigi fórumon, hogy már messze... E oh, jaj, fika, 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 köszönöm. Hája, a kenegeted a mellkasom. Vagy vik Vaporubbal, nem tudom. Vik A mellemet is, mami. Szóval minden infót megtalál, meg segítőket is, akik megmondják neki, hogy Á, az úgy nem lesz jó, Géza, Béla, Józsi, EHUMÉR. Erősebb nikotin azt, egyből jó lesz. Tudjuk, bejött, tízből kilenc embernek bejött. Van egy, egy nagyon klassz, nagyon régi Facebook csoport, tele jóindulatú, segítő emberekkel. Ez a kezdőhaladó csoport, ez tényleg erre lett annak idején kitalálva, és ott bátran lehet kérdezni, nem fog senki se letorkolni, meg letrolkodni. Egyébként, hogyha most kéne nekem a trafik kínálatból választanom... Akkor bajba lenni. Nem, 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 nem. Hol lenne GS-ed, kisapám? Hát sehol, Na, de, mint, de mint kezdő, tehát hogyha ha javasolnom kéne készüléket, érted, hogy tegnap még piros marborót ma meg mit szívja, akkor nyilvánvalóan azt mondanám neki, hogy kisbarátom valamilyen nikotinsós, 18 mg-os poddal kezdjél, mert annak a gőze nem nagy. Uh, lehet, hogy picit köhögtetni fog, mert az előszokott fordulni mindenkinél, de bírt ki legalább egy három napig, és el fog múlni egy, egyrészt ez a fajta inger, másrészt a nikotin az uh, szinte kopra tök jól föl fog szívódni, nem lesz uh, uh és hogyha a hülye ne, biztos... meg a de te Igen? mondtad a legnagyobb pro tippet ezelőtt fél évvel, nem emlékszel? Mit mondtam? Mit csináljon az ember fia, amikor köhög, teti az e-cigaretta folyadék? Igen, foly folytatom tovább. Tehát, ha most kéne készüléket ajánlanom, most már lassan három hete gyilkolom a. a Uh, majd csak eszembe jut. A Vibe-nak van egy három Pro nevű podja, ami ugyan zárt rendszerű, de, de az például, uh, uh, ha jól tippelem fordított PGVG arányú nikotinsós likvidet tartalmaz, tehát nem köhögtet, uh, illetve uh, mindenféle hozzáértés mentes, mert elszívod, tök ugyanaz, szinte, szinte kopra ugyanaz, mint hogyha cigarettázná, elszívod, beteszed a másikat, ráadásul automatán kikapcsol, ez nekem baromira tetszik, hogy 10 percig nem nyúlsz hozzá, vagy nem nyomkodod a gombot, akkor magától kikapcsol, és a következő használatnál be kell kapcsolni. Jól működik, ha cigaretta szerűen használják, akkor a 650 milliamperes aksi kibírja a napot. Tehát mondjuk a 20 sluknak számolunk egy cigit, és nagyjából szerintem ilyen 20 slukkal föl is veszed azt a 18 mg-os nikotinsóból azt a nikotint, amit a keményebb cigarettából, akkor azza, tehát ha azzal nem tudsz átállni, akkor, akkor semmivel. Tehát tényleg. Úgyhogy nekem ez az, hogy most ne lehessen a, a piacon elérhető ö, kezdő készüléket találni, az nem igaz. Ugye a mi időnkben még azért, ha emlékszel, az meg orvaszájba folytak a készülékek, repettek a tankok, tényleg bele kellett mászni, nyúlni, ö, tehát ö, nem is tudom összehasonlítani a két. Ö, a két világot, amikor mi álltunk át, meg hogy most kell átállni elektromos cigarettára, tényleg zongorázni nem tudom a különbséget. Na, de halljuk a te tippedet. Mire? Bármire. Na. És az elején úgy kezdődik, hogy P.I. Figyelj, én nagyon szívesen venném tőled az, az eheti öt találatos. Ha magam a számai Azt megtartom magamnak. De adok neked a hatosból kettőt, mert múltkor annyi találatom volt, jó? Oké. Okay. Te elviheted. Minden a tiéd. Uh, ja. Ha, mert ugye ezt mondtuk, amikor közbe vágtam nálad, hogy ugye amikor a kolléganőd fuldoklott, meg kicsit túlozva, tehát köhögtette, akkor, akkor volt az, hogy egy ilyen erősebb PG-s cuccra váltottál, és hip-hop elmúlt a köhögés. Tehát, ha nem is pod, meg ha nem is nikotinsó, akkor is lehet egy picit eltolni a PG arányt, és akkor hop megszűnik ez a, ez a fura ami egyébként meg elmúlna. Tehát tényleg de, É, amit elmondtál, én pont az voltam az arhetipusa az azonnal átszokónak, hogy elfogyott a cigi, vagy letettem a cigit, vagy kidobtam a cigit, már nem is emlékszem. Elektromos cigi, Málna, Zmax, P2, Vivinova, Dur, kész. És működött. Azóta is működik. Fuck yeah. Ja, de azért most már sokkal másabb a helyzet, hiszen március van. Lassan március idusa. Ő jut eszembe. Nem lesz Budapesten mindenféle megemlékezés, mert ezt is visszamondta az operatív törzs javaslatára. Mind a kormány, mind pedig a budapesti önkormányzat. Szóval, ott van március, ami úgy kezdődik, hogy elseje. Miért fontos ez a dátum nekünk, Fifika? FIFI Rajzold meg ezt megrajzom, tehát március elsőjétől bármennyire hihetetlen a nikotinmentes likvid is jövedéki termék. Ugye ezzel egy időben az 55 forintos jövedéki adót 20 forintra mérsékelte a Kormány. Törvényalkotó, és tehát ez a tipikusan az egyik szemem sír a másik üveg, kategória. Baromi jó, hogy, hogy 20 forint lett a, a jövedéki adó. És hát a, a mentes 20 forintos jövedéki adójának annyira nem örülünk. Ezzel kapcsolatban egyébként nagyon sok kérdés, vetődött fel fórumokon és mindenhol. Tehát két, két nagy ö, ö, dilemmára hagy válaszoljak, az egyik az, hogy innentől kezdve vajon az 50 millis is ö, 10 millis palackba kell, hogy kerüljön, a válaszom az, hogy nem, ö, tehát semmi nem ö, ö, szabályozza itt, csak a jövedéki ö, adó került ö, megállapításra. Ha a trafikban március 1 előtt a polcra került a likvid, az visszamenőleg nem adózik, viszont ugye az a, az a, rossz hír, hogy a, az 55 forinttal adózott likvideknek az adóját viszont nem fogják a különbözeti adót visszafizetni, tehát az marad ugyanabban az árban, amiben a polcra került, vagy átvállalja a veszteséget a forgalmazó, illetve a, a trafik. Úgyhogy majd szépen lassan csendben azért megjelennek a polcokon az ilyen 1100-1200 forint környékén árulható és már nem annyira hitvány likvidek is. A másik dolog az, hogy az aroma nem tartozik a jövedéki adó alá, és az aromával kapcsolatban a törvényhozó nem rendelkezett semmilyen módon. Ugye az aroma önmagában elektromos cigarettában nem használható folyadék, és szerintem nincs is értelme úgy szabályozni, hogy ezt mondjuk bevonjuk a, a jövedéki ö, körbe. Egyetlen egy aggály szokott előkerülni, miután az elektromos cigarettában véleményünk szerint egyébként a, a leg, hogy is mondjam, tehát a, a úgy szeretném kifejezni magam, Charlie. Lehet, hogy te hamarabb ki tudod. Úgy szeretném kifejezni magam, hogy ettől ne jegyjen meg senki. De de a legártalmasabb összetevő a, az elektromos cigarettában az az aroma. Tehát a nikotint azt abszolút tudjuk ismerjük, a nikotin sókat is, ugye? De az aromák összetétele az mindig egyfajta ilyen, ilyen jótékony homály fette, bár ugye az uniós szabályozás az a bejelentett likvidek aroma összetevői, azok le vannak jelentve az uniós kapun, tehát Kasszám szerint mindenféle összetevő, ami az adott likvidben szerepel, az le van jelentve. Az aromák piaca viszont ilyen szempontból az nem egy szabályzott piac. Ezért aztán én azt szoktam mondani, hogy lehetőleg olyan aromákat használjon mindenki, amely aromákról tudjuk, vagy legalábbis sejtésünk van róla, vagy régóta a piacon vannak, vagy, vagy baromi sokan használják, vagy ne adj Isten, ugye lásd a Phil szárdó videóját, tehát egy olyan aromagyárba látogattak el, ugye ez a Flav Flavorátban voltak, Charlie? Hmm. Igen, igen. Olasz úgy emlékszem, volt. igen, hogy a Flavorárt gyárában voltak, akik tényleg maximálisan odafigyelnek arra, hogy mit adnak ki a vaperek számára. <kül> ha az aromákat elkezdenénk mondjuk így keményen tiltani, vagy... vagy vagy ki uh, vonni a piacról, ugye annak meg az a veszélye, hogy, hogy akkor innentől kezdve mert élelmiszeripari aroma azért hőállóban, sü sütőiparban létezik, uh, azokat meg nem biztos, hogy jó lenne, ha elkezdenék keverni a... Userek, mert azért tőlük nagyon sok minden kitelik, még az is, hogy bolero. Lesz, <laughs> Annyira vártam, hogy csőd lesz, és mondom, hogy bolerói italpor. <laughs> bolerói italporból volt, Már a boleró italpor por sincs a piacon szerint. Az az igazság, hogy az inni is szar volt. Tehát az igen. <laughs> az én igen, igen. A a szímség, nem tudom nem tudom de inni szar volt. Tehát, hogy, <laughs> hogy ne legyen ilyen probléma, és azt csak így tényleg így halkan jegyzem meg, hogy szerintem a következő botrány hullám az, az egy olyan idióta usernél van betározva, aki majd jól kitalálja, hogy, hogy milyen, milyen házi lakbarkácsot aromával lehet faszalikvidet keverni. Na, úgyhogy ennyi. Meg senkinek... ne kever... Tehát, ja, a másik, hogy, hogy miután a nullás jövedéki, ezért van, né, tehát én azt gondolom, némi zavar van a, az, az, erőben, tehát és meg hogy most a nullásnak a... is ugyanannyi, mint mondjuk a 12-esnek. Így van, vagy a, vagy, vagy a 20-asnak, tehát ebből a szempontból nem tesz különbséget a törvényalkotó. De ugye ilyenkor adódik a kérdés, hogy, hogy vajon mi az a mennyiség, és majd a közeljövőben egyesületi szinten azért ennek hivatalosan utána fogunk járni, mert én ha valamit nagyon tudok utálni, az az, amikor nincs tisztán, világosan meghúzva a kerítés. És hogy mi az a mennyiség, amit te mondjuk annélkül tarthatsz otthon akár. A saját keverés, mert ugye a nullás az jövedéki bakker, mert hogy a pálinkánál is van ilyen. A, a dohányterméknél is van olyan, hogy uniós országból nem is tudom, most hol tart a, a sztori, hány csík cigarettát hozhatsz be. Ugye az is jövedéki termék. Tehát legyen már, ez valahol érted leírva, hogy egy litert tarthatok otthon, fél liter tarthatok otthon, 300 ml tarthatok otthon. Tehát, hogy mi a, mi a, a törvényalkotó hozzáállása. Mi az a mennyiség, amitől ő kriminalizálni fogja ezt a történetet, és mi az a mennyiség, amitől nem. Mert azt gondolom, hogy, hogy jogkövető, meg szabálykövető ember lévén, azt is szeretném tudni, hogy hol van meghúzva ez a határ. Nem? Hát mindenféleképpen. Pláne úgy, hogy most így, így mindenki halázgat a zavarosban. Igen, és a, a, a másik, amit ezt szerettem volna mondani, mert így magánbeszélgetésekbe, illetve Facebookos csedben azért egy páran így nekünk ugrottak, hogy, hogy mi mi nem is tudom, tehát hogy, hogy, hogy miért, miért, vagyunk mi annyi, az, az, azért annyira ellene annak, hogy, hogy az egyik a haverját kiszolgálja, érted a, a sztorit? Tehát, hogy így kiszolgálja a környezetét, meg nem tudom én, nem, nem ez a probléma, tehát nekem kurvára problémát okoz már az is, és ha, ha ezt egy mondatba lehetne kifejteni, akkor azt mondanám, hogy aki nem tesz be a közösbe bazd meg, az dögöljön meg. Tehát, hogy, hogy más, aki befizeti az adóját, a járulékát és az egyéb ö, dolgait, és ne nézzük azt, hogy dömer az állam mire költi, meg nem tudom én mit, tök mindegy, hogy ki van kormányon, tök mindegy, hogy mi van, az állam az adóbevételekből ö, tartja fönt magát. Ha te kihúzod magadat ez alól és ö, feketézel, akkor az én zsebemben nyúlkász, meg a másikében, aki meg beteszi kisbarátom. Tehát ö, ö, mindig ez lebegjen a, a szemed előtt. Egy normális demokráciában egyébként ezeket az embereket mindet egytől egyig ö, lecsuknák. Plusz úgy nézne rá a szomszédja, mint egy csalóra, mert hogy az. Ennyi. Óriási kommentet olvasok itt közben. Legújabb a tipp, amin kicsit megakadtam. Horgászboltban lehet kapni azokat a kis, és akkor itt nem is mondom Úristen, úristen, tehát mondom, biztos, biztos vagyok benne, hogy a következő botrány, az már be van tározva valamelyik idiótánál. És nem az a baj az meg, hogy kibaszik magával, vagy a környezetében 5-10 emberrel, hanem az a baj, hogy az egész uh, uh, elektromos cigaretta megítélését uh, fogja, renoméját fogja elbaszni. És, uh, és uh, ráadásul még lesznek olyan emberek, akik majd ilyen forradalmi tetnek fogják ezt uh, beállítani anyádat. Már így előre is üzenem. Na persze. Figyelj, Fifika, uh, amit elfelejtettem mondani közben, mert mikor itt beszélgettünk, a jövedéki adó emelés csökkent, és anyám kinya minden a meg milyen olcsó lett a benzin, hogy ugye ez természetesen a magyar kormány zseniálisan áthúzta, tehát ha egy megfelelő szint alá csökken, akkor a jövedéki adót emeljük, mert tudod, ebben van a ráció. Fuck. Ez csak egy apró kitérő volt. A másik, hogy épp ebben a pillanatban jött levél Érontól, akinek pont ma van a születésnapja, úgyhogy Happy Birthday! Túlja. Yes. Szóval, hogy most jött a levél, ami úgy szól, hogy négy évvel ezelőtt mindannyian részesei voltunk, egy sikeres film megjelenésének, ami a dohányzás visszaszorításáért készült. Ez volt ugye a Billion Lives. Mindannyian tudjuk, hogy jön a film a You don't know nicotine, és hogy ez lesz a következő, ami alapjaiban, nem azt mondom, hogy rengetheti meg, de mozdíthatja el a tudás szómira éhes emberek információ ö, iránti vágyát, illetve hogy, hogy végre megtudják, hogy mi az, ami van abban, és mi az, hogy nikotin. És azt mondják, hogy mint szapporterek, ez az utolsó projekt, amire most ö, nagy hangsúlyt fektetnek, és, és most van itt az idő, hogy, és a lehetőség, hogy csoportosan vásároljatok mondjuk jegyeket március 12-én lesz a Premier milwaukee wow. és itt ezen a gombon lehet foglalni a vörös szűnyeges premierre, kérlek szépen. Olyanok lesznek előtte, Kikoffként mint ö, ugye a, a Aaron egyébként az N43 Recordsnak is egyik alapítója, tehát lesz egy koncert, ugye ott lesznek a többiek is, akik ö, szerezték mondjuk a filmhez a zenét például, aztán lesz ott egy ilyen kis networking esemény is a crewval, meg ö, a filmről beszélgetnek, és after party, és ö, és, 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 mi van még ide írva? Igen, reserve your tickets. Megnéztem, beszélgettem olyan ismerőssel, akinek nem mondjuk ki a nevét, de az előző ö, film premierjét gyémánt platina iridium szintű támogatóként ugye az ügyünk mellé állt, az ő ügye is volt, tehát közös ügyünk, és, és mondta, hogy hm, semmivel nem másabb ez az ár, mint hogyha, ugye, azt így utólag majd ugye hozzáfűzöm, mint, mint amennyibe nekem került a jegy. Végül is igen, mert ugye én elgondolkoztam rajta, mekkora császárság lenne kimenni, vörös szőnyeg, vinni a kis smokingot, ott izéni, pózolni, fotó, izé, megnézni, és ahogy néztem, a VIP tiket az 110 dollár, a normál az 35, van ekonomi itt jelentsen ez bármit is, de 11 dollár, hát azért mondjuk 3000 forintért már meg lehet nézni a premiért. Ott Milvó ki van a HQ közelében. Öm, apró fájdalom, hogy a repülőjegyet is hozzá kell csapni, mint extra költség nálunk, és így jött ki, ugye ez a, ez a pont annyiba kerül a jegy, mint amennyibe a, az előző premier öm, került, de azért jó belegondolni, hogy ilyen helyekre is el tudnánk menni, még ha nagyon megerőlteti az ember magát, akkor közvetlen járattal is gondolkoztam rajta, azért az zsír lenne meglesni. Premier ott. Nem tudom. Vagy valami. Mert hogy ugye a, a biztos, hogy le lesz vetítve egyébként európai filmfestek mellett még ugye mindenféle vépfeszten is, de ugye amit előző adásban beszéltünk, hogy a, a, a Stuttgarti Hall of vape, meg hát egyébként a Hall of vape, amit Németországban rendezgetnek azt a, a, egy másik görög Ira Simeonidis, vagy valami hasonló neve van, nem tudom pontosan biztos kiejteni, de hogy vele beszéltem erről, mert hogy jött update, hogy hátrább az agarakkal, mert az olasz helyzet miatt, és akkor itt vissza kanyarodnék az adás elejéhez, hogy az olasz helyzet miatt még itt sem százszázalékos a dolog, úgyhogy megint rákérdeztem, és azt mondta, hogy még nem kapták meg a választ, mert hogy nagyon messze van az időpont, de, de nem, nem akarják nekik százszázalékra mondani azt, hogy meg lehet tartani. Tehát most még, most még az a mondás, hogy a szervező felelőssége is, és ő döntse el, aztán lehet, hogy ott is eljön a pillanat, amikor azt mondják, hogy ez nem a szervezőfelelősség, hanem mi mondjuk meg, hogy nem. Mint Olaszországban, hiszen lezárták, rájuk rakták a műanyag lakatot. De nagyon. Igen. Úgy, hát igen, tehát ezek a rendezvények, most pont a fép jutott eszembe, hogy ezek a rendezvények azért eléggé lebegnek így a a sztorival, mert ugye nem tudjuk még Németország hova fog fejlődni, és még mi hova fogunk fejlődni uh, fertőzés szintjén. A pláne úgy, hogy egy ilyen vépfeszte mit csinálsz? Csak befele lélegzel, meg kifele izombó fújod a mert oda nem Igen, egy, oda nem hát... egy poddal Mindenki, mindenki a, a nedveit kóstolgatja, <laughs> egymás <laughs> nedveit. Jaj, de nem vernék, ott a kis kínai beszállítóval Adok egy névékkártyát. Nem, nem, köszönöm, képezem, nem kell, nem kell. Vidd innen. Ja. Úgyhogy ez volt még amilyen teljesen friss hír, illetve a lezárásba természetesen sorozat is lesz, nem kell betolni, de hogy kicsit csemegézzünk abból a, az ellikvid használati szokások kérdőívből, amit útjára, indított, útjára indítottunk múlt hét pénteken, és ugye ezt megköröztettük először a Patreonok között, mindenki rábólintott, kitöltötték fasz jó izé hozé. Természetesen, tehát annyi ember van, ki kitölti, nem lehet mindenkinek egymillió százalékosan ilyen hülye biztosra, hogy kattint, kattint, laposz, kattint, laposz, kész. És jönnek a megjegyzésekben a, az hiányzik belőle, amaz hiányzik belőle, látom a kérdésekben, hogy ahol egy pici, egy pici, de tényleg egy ilyen hangyafasznyi, menekülési lehetőséget adunk Fifika, hogy dohányos, sütis, gyümölcs desszert, és akkor ott marad egy egy olyan, hogy egyéb és írd be, hát oda jön minden. Minden. Én mondanám, hogy hogy fölöslegesen, de, de. Most mondom neked. Az ízvilág, mentol, oké, okay, ezt még alá tudom írni. ízvilág, csonthéjas aromák. Milyen? Olyan, mint mikor a szopogatom a őszivarack magot? Vagy. Az őszi barack, az nem, gyümölcs. Nem, 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 hát a csonthéjas uh, dió, az... dió, magyaró, dió, magyaró, pekándió. Ó, de jó, pekándiós likvid, oké, akkor ezt is elrakjuk. Miért pipál be olyat, hogy kedv kérdése? Tehát több több lehetséges válasz, akkor bepipálom azt, hogy gyümölcs és dohányos, anyám kínja. Mindenféle hűsítő. Többfajta mix. Köszönjük szépen, ezekkel nem megyünk sajnos messzire. Eee. Leírt olyat, nagyon szépen köszönöm. Waldmeister, exotikus ízek. Tehát én nem tudom, mi az a Waldmeister, de szerintem a de se fogja tudni. Mindenki Ja, szerintem... És olyanok parok... is előjönnek, hogy üresen szívom. Már hogy PG végé. Az metál. Mindenfajta. ez a legjobb, minden fajta. Hát van ez a mindenevő. Ja jó, hát akkor beixelek mindent. Pinkman, nem azt mondtuk, hogy terméket írjál oda? Azért én reménykedtem abba, hogy be tudja az ember lőni, hogy az ebből a háromból milyen. Vagy. Na mindegy, ezen a kérdésen lendülök, mert jó, legyen ilyen. De hogy észrevétel, ott zseniálisak jöttek egyébként, fifika nem tudom, hogy mennyit olvastál végig. Én szinte végolvastam az összeset. A Andorét azt a, a sötétben, hátszélben, lámpa nélkül is megállapítottam volna, hogy melyik az, mert hogy hiányolta a választható készülékeknél a papírra nyomtatott kétdimenziós modokat. Aki nem tudná, Andor volt olyan kedves, hogy amikor valaki kérdezte tőle, hogy, hogy tudná nekem küldeni ezt Karabeuszt? csak hogy kipróbálnám, hogy milyen. Persze, persze, szívesen. És Andor, mosolygás szemreben és nélkül a fénymásolóba berakott egy szkarabeuszt, ami nem az övé volt, lefénymásolta, berakta borítékba, föladta az illetőnek, és várt. És várt másfél hetet, hogy a poén az akkorát üssön, hogy mindenki a térdét csapkodja, mert ő elküldött egy... Egyébként tökrendes volt, mert odaírta, hogy Nekem nincs ilyen modom, de ha lenne, így néz neki. Remélem tudtam segíteni. Sok szeretettel, kócos. Szóval ilyenek. Jöttek egyébként nagyon jó tippek, ötletek, és akkor itt kitérnék, olyan nem volt a listában, hogy négy és fél per milliliteres, meg nem volt benne 37 hetes, csak 3 -as. Igen, odaírtuk, hogy ami a legközelebb áll a te használati szokásod az is, amivel a legtöbbet szívsz. Akkor beigszered a hármast, vagy a hatost. Szerintem ez nem egy, nem egy ilyen rakéta tudománya dolog. Voltak még olyanok, hogy ami nekem nagyon tetszett, lehet, hogy az is maradok, nem tudom mi, mert lemaradt az eleje. Köszönet a munkátokért, aztán volt olyan, hogy fasz a podcast, és ez pont a, pont a cikk kapcsán, mert ugye emlékeztünk, hogy készítettünk ezzel a hölgyel egy beszélgetést, interjút nevezzük bárminek, és hogy most döbbentünk rá Fifika, ugye? 2014. A 21. adás volt Atya, Úr, Isten. Több, mennyi? Majdnem 250 adással ezelőtt. Jézus Mária, hat év. Hat éve beszélgettünk már akkor erről, tehát kellett neki is idő, hogy lecsapódjon, hogy ez neki nem jön be. Neked volt valami, ami úgy megragadott? Az egyik az, tehát szerintem egyébként aránylag sok jópofa és értelmes válasz született, a legyen tánc vitte nálam amúgy a pálnál, pálmát, de a, <kül> hát ez a, mi is volt, várj, mert pont itt nézegettem, hogy mivel egy kalap alá vesznek minket az elektromos cigaretta használókat a bűzrudasokkal, akkor nekünk egy külön dohányzó helyet kellene kialakítani. Igen, az így lenne szerintem egyébként helyes, bár ezt a törvény semmilyen módon nem tiltja. Tehát, ha a munkáltató úgy gondolja, vagy akar erre áldozni, akkor csinálhatna dohányzó helyet külön a, a mondjuk az ájoszés elcigaretta használóknak, hogy ne a dohányfüstbe ücsörögjenek. Uh, annak idején volt uh, egy kereset, uh, amit elutasított az alkotmánybíróság, uh, ugyanis ezt uh, az egészséghez való joggal összeegyeztethetetlennek tartottuk, hogy a, az elektromos használókat a dohányzó helyekre kényszerítik. Ezt az alkotmánybíróság viszont uh, visszadobta, tehát <coughs> ott nem tudtunk rajtuk uh, fogást találni. Viszont... Uh, az, hogy legyen külön uh, dohányzó hely az elcigarettásoknak, álykosszosoknak, ezt semmi nem uh, akadályozza meg. Törvényerő sajnos így külön nem rendelkezik, de még egyszer mondom, ez a munkáltatón uh, múlik csak. Úgyhogy uh, Charlie kérlek, jövő héten a be a cégethez egy ilyen kérvényt, hogy már pedig te szeretnél ilyet. Na, no, mindenféleképpen. Érdekesek egyébként maguk a grafikonok is, mert nagyon dinamikusan, ahogy kitöltik, ez már el is készíti magát és változik. Köszönjük mind a 686. Atya úristen, ez egy márka egyébként. Hú, de szeretem. Na mindegy. Ah, oh, kár volt mondanom, átugrott 687-re. Szóval, hogy látjuk, hogy mik azok a kérdések, amiket véleményem szerint elbasztam. Tehát például az, hogy dohányzással eltöltött évek száma nem kellett volna itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, végig egyes éve, mert nagyon fragmentált lett a, a, pie chart, vagy ez a kördiagram, vagy mi a túró. Illetve hát ugye az, itt, itt bukott ki a dolog, és azt hiszem itt tiltottam le, az elég itt használati szokásoknál ez a, ez a dohányos, desszer, gyümölcsös, italos, na, Heisenberg mentol, már csak is kizárólag kókusz. Oké. Okay. Vászeg. Minden fajta mentolos gyümölcs. Jó. De nem is ez, hanem ahol, ahol kérdezzük a olyat akarok csak, ami, ami érdekes. Amelyik nikotin fajtát preferálod? Nagyon jó egyébként. Látszik belőle sok minden. Illetve a hol szerzed be a nikotint? És ha tehetnéd, hol vásárolnál? Mennyire másabb a kettő. És, és látszik, hogy itt is nem ördögtől való egyébként a trafik, mert hogy azért látszik, hogy 4% helyett jelen pillanatban 16% mondaná azt, hogy vásárolnék trafikban, ha lehetne normális, likvidet, normális minőséget, és a többi, és a többi de ami még megragadt, és így görgetem a dolgot, igen, hát természetesen a boxmód az, az, mindent visz egy ilyen laza 95 kal de, de jól látjuk, hogy viszonylag értelmesebb emberek töltik ki, 11 és 20 watt között pirickáznak. Vagy csak nem szeretnek a... veszélyesen élni. Én nekem ami így érdekes volt, az az iskolai végzettség szerinti megosztás, tehát hogy, hogy majdnem a felhasználók fele érettségivel rendelkezik. Ugye egy negyede főiskola, egy negyede pedig szakmunkás, és a nyolc általános végzettek száma az borzasztóan kevés, az 3,2 százalék, és van egy darab statisztikai hiba határunk, ez 0,4 százalék, ez a befejezetlen általános iskolai tanulmányok volt. Felhasználás módja egyébként, ami még itt szót érdemel, tehát 85 százalék az elcigi használóknak csak elcigarettát használ, és a 15 aki még mellette uh, mást is, ez ilyen nagyjából is számok, nyilván nem uh, ilyen 1 on belül vannak. Uh, a Liquid Mentol story is érdekes, mert ott, uh, ott uh, 62 és uh, 38 tehát 62 nem, 38 százalékuk használ mentolt. A likviderőségre azt így bemertem volna tippelni, tehát ez azt jelenti, hogy a, a használók fele 3 mg-os uh, likvidet uh, használ. É, és bocsáss meg, hogy közbevágtam, ezért mondtam, hogy fölösleges itt truválykodni, uh, hogy 2 ml vagy 4-5 ml. Ha megnézed a, a két legnagyobb szeletet, az uh, durván 75 és ezt lefedi a hármas, meg a hatos. Így, egybe. Igen. És ugye sokat segít az is, hogy ez majd külön jó lesz ezt uh, felrajzolni, a jelenleg használt, meg az átszokáskor használt. És, uh, és látszik, hogy tudod, amit mondanak, hogy ez kapudrog, meg ez, az meg itt sose állsz meg, mert itt Mész, mész, aztán utána a végén ott a, a sötét alagútnak a heroin, meg a halál, a koporsó. Hogy, hogy látszanak a, az átszakáskor a magas a milligram per milliliter számok. Tehát itt, itt 150 ember mondta, hogy 18-assal kezdett. 180, hogy 12-essel. És ebből lett az, hogy majdnem 200-an hatost, és majdnem 340-en Most. És azt látjuk, ugye, hogy, hogy abszolút vezeti a, a, sort a hagyományos nikotin egy ilyen gyenge 75%-kal. Hát szinte azt lehet látni egyébként, hogy a kezdő nikotin szint az majdnem egyenlő arányba oszlik meg a 6 12, 18 között, és van egy szűk 5,7% aki a 24 milligrammot húzta be. És hát ugye 75% a hagyományos nikotin, tehát kell az a TH. Meg amit külön is szedtünk, hogy hogyan alakult a likvid erőssége, mióta elkezdted. És 72% azt mondta, hogy most alacsonyabb szív, erősségben, mint amennyit akkor. Sőt, ha megnézzük a legkisebb szeletet, csak 7% mondja azt, hogy alacsonyabb a kezdet és magasabb a szív, de ez lehet egyébként az a kezdő, akire rátukmálták a mit tudom is én a hármast, aztán rájött, hogy, hogy már pedig neki jobb a hatos. Szerintem azok pont ilyenek. Amit még látunk, az már csak ilyen nagyon, igen, nagyon nem grafikonok, hogy, hogy, mindenki viszonylag elégedett a jelenlegi életével, hogy nem tervezik, hogy abba hagyják elenyésző a számuk, tehát ilyen 5% akarja ezt is teljesen abba hagyni, és, és mi van még, ami érdekes? Ja, igen, véleményes, tudod, mennyi, mennyire káros az egészségre a cigarettázás. Azt, azt kijelenthetjük, hogy mindenki nagyon tisztában van tisztában vele. Tisztában van, hogy... okay. igen. Az Aikosznál ott már azért húzódik szét, laposodik ez az egész, és ott háromtól, tehát a, a, nem annyira káros, tól a nagyon károsig minden van, és ami érdekes, hogy az e-cigarettánál uh, Magas, lapos, tehát ö, egytől ötig. De hogy valaki azt mondja, hogy ez középen van, középen. 57 ember azt gondolja, hogy ö, ez félúton van az egészséges, meg a. Tehát a nagyon e a kevés, hogy mondjam neked, félúton van a cigaretta, a, meg, a, igen. meg a tüdőgondozó levegője között. A, mi van még, ami olyan? Hát igen, utána már csak a kifejtősök ö, vannak. A kifejtősöket majd, ö, majd azokat nem fogjuk publikálni senkinek, ha csak nem olyanok. Tehát ilyeneket nem fogunk, hogy ö, én is köszönöm, hogy itt lehettem. Nagyon szívesen egyébként, de hogy, hogy ö, ezek ilyen saját belső használatra, hogy mi is okosodjunk, vagy mire gondoljunk legközelebb, vagy hogy finomítsuk ezeket a grafikonokat esetleg egy következő kitöltése, mert kézed valaki azt is írta, hogy hú, hát ő gyakrabban szeretne ilyeneket tölteni. Hát igen, tényleg, ezek ilyen jó pofadok. Jó lenne, tehát persze. Én azt mondom egyébként. Tervezzük is. Igen. T -t -t. Én azt mondom egyébként, hogy amíg csak egy olyan csoport van, és mondjuk az legyen a párásító, ahol vannak mit tudom is én, 1100-an. És a jelen pillanatban a válaszok száma 687, ami pont a fele, vagy egy kicsivel több, mint a csoporttagok száma, addig nem azt mondom, hogy minden nap meg fogjuk osztani, de igenis meg fogjuk osztani, meg minden sónózba betesszük, mert hát az ezer az tényleg az alsó hangon ezret szeretnénk, de amíg olyan nagy csoportokban kereng, hogy kezdőhaladó, meg bőrze, meg mit tudom is én, ahol azért három, öt, nem tudom én hány ezren vannak felhasználók, addig tényleg egy ilyen ötperces kérdőív kitöltés nem lehet akkora hatalmas nagy feladat, hogy azt ne lehessen megugrani. Mondjuk a buszon hazafelé, <hül> vagy mit tudom is én. Van, van még egy vélemény, amit így szívesen megosztanék. No. Örülnék, ha Magyarország kormánya engedélyezné a már meglévő igazolt boltok, nem a trafikok számára. Kész likvid forgalmazását ellenőrzött körülmények között, íz, kiszerelés és nikotin megkötése nélkül. Kóstolási lehetőséget is jó lenne engedni a boltok számára. Könnyebb lenne az átszokás a kezdőknek, nem futnának bele súlyos költségekbe a nem megfelelő ízvilág miatt abszolút egyet vele érteni. Egyébként ha jól emlékszem, amikor ezt a TPD szabályozást elkezdtük annak idején bonöccolgatni, nem is kevés adáson keresztül, akkor az, az egyik ilyen aggályunk az az volt, hogy, hogy de akkor hogy fogunk kóstoltatni bakkert? Tehát, hogy úristen! És <tosz> És ez az aggályunk, ez most is fönnáll, tehát én azért csak megengedném, hogy a egy darab nullás likvid föl legyen bontva minden ízből, és ha más nem, akkor abból egy cseppet az ember meg tudjon akár kóstolni, akár szagolagatni, szétdörzsölve a kezén, azzal nem árt senkinek és kiderülne, hogy van-e pégi allergiája abban a pillanatban, <kül> de, de jó, ja, tehát ez tényleg, ez a kóstoltatás, ez probléma, amúgy mindenféleképpen. Két-három ja. ilyen komment van még, amit kiemelnék. A, az egyik, hogy a beszerzési források között szerepelnie kellene a külföldi webshopoknak is, még ha azt nem is adjátok tovább. Nyilván sok minden szerepelhetne, meg az is, hogy egy szuterénbe, vagy egy pincébe, vagy hol szerzi be az ember, de a tovább gondolkodás, hogy ezt kihez visszük, ott teljesen irreleváns, hogy külföldi vagy magyar, mivel, mit nem lehet Magyarországon, Fifika? Távértékes. Távkereskedelem. Távkereskedelem. Igen. Tehát ugye ezért van két sarkalatosan véleményes, nem is kérdés, hanem kérdés opció, az egyik a itthon vásároló meg idézőjel boltból, bold, bold, ami nem trafik, hiszen tudjuk, hogy ilyen nem lehet, de szeretnénk, hogyha azt is meg tudnánk mutatni, vagy mondani, hogy nézzétek meg, itt van x ember, aki inkább feketén veszi meg, mint hogy sem trafikba menjen. A másik pedig a webshop, és itt akkor nem kell különbséget tenni, ahogy mondják, ezt kenegethetjük színes filztollal a szart, az akkor is szar marad. Tehát hogyha ezt leírjuk, hogy webshop, akkor ö, tudjuk, hogy a külföldi de Magyarországhoz közeli webshopok 99%-a tulajdonképpen Magyarország gon üzemelő régi webshop volt, aki kitelepült, tehát ö, ezt nem kell tovább szerintem ö, boncolgatni, hogy külföldi webshop, magyar webshop, és a többi, és a többi. Na, ez lett volna az egyik. A másik, hogy... Ö, ez nem az. A hol nem legszívesebben az elektromos cigi Számomra a megfelelő válasz az, a Magyarországon tudnék beszerezni nikotinos alaplevet akár trafikban, akár online webshopban. Igen, ez jó lenne. Jó, csak ezt a TPD abban a formában, ahogy, Igen, a, ahogy a, a, a kérdés, vagy a komment írója gondolta azt, gondolja? hogy nem engedi. Azt így, azt így egész Európában betiltotta, tehát <kül> Igen. Aztán mi volt még, ami olyan érdekesebbnek tűnt nekem. Amióta el, ezek a felső légúti megfázásai mi ritkábbak, nem tartanak egy hétnél tovább. Cigivel elhúzódott egy hónapig is. Egy kisebb náthából is hörgő alakult ki. Kedves kommentelő egyébként abszolút jól látja a helyzetet. Nálam egyébként csak annyi a probléma, hogy az én nejem tanítónéni és gyakorlatilag folyamatosan újra fertőzi a családot. Valaki azt írt a kommentként, és remélem hallgatja a podcastet, hogy az elcigarettában csak a nikotin, ami káros lehet, hogy ez sajnos nem így van. Pont most mondtuk el az adásban, és akkor én finomítom kicsit azt a, azt a sötét Finomít mondatot, amit te írtál, és... hogy én ezt, vagy mondtál, én ezt úgy fogalmaznám, hogy a, legtöbb változóval rendelkező egyenleti tag a képletben az már pedig nem a nikotin, hanem a aroma. Mert hogy... Közben eszembe jutott egy rövidebb megfogalmazás és sokkal pc hogy a legkritikusabb összetevő az aroma a likvidben. Igen. A, mi van még? Mi van még? a többit azt majd, majd a, lezárás lezárásakor fogjuk közkincsét tenni, szerintem szemezgetünk azokból, amit, amit úgy értelmezünk, hogy közkincsé kéne, lehetne tenni. Egy tippen van, aki már kitöltötte, az legyen olyan jó, és miután látjuk, hogy ennyire aktív, Töltesse ki másokkal is. Mindenki hozzon magával még egy-két kitöltőt, és akkor uh, uh, haladni fogunk. Minél többen töltjük ki, annál nagyobb az esélye annak, hogy uh, odafigyelnek uh, azokra a dolgokra, amikre itt válaszoltatok. <kül> Illetve tervezzük azt, uh, Charlie Erő bővebben uh, uh, tud majd beszélni, hogy uh, nem a Google Sheet által biztosított kördiagramok, vagy, vagy oszlopdiagramok, hanem egy ilyen jópofa infóábra keretében dolgozzuk fel ezeket a válaszokat. Igen, igen, és ezt is a podcast hozta el számunkra, hogy a, az én kis zárt szlekkes podcaster közösségemben van olyan perverz podcast gyáros, ha így fogalmazhatok, aki számunkra lehet, hogy annyira nem érdekes témával, mint az adatbányászat foglalkozik, és élvezi a grafikonokat, az exceleket minél több sorból, minél több összefüggéssel lehet dolgozni, meglátni mindenféle olyan dolgot, amit mi nem látunk meg, és aztán a végén egy viszonylag kis csinos infografikába is fogalmazni vagy átültetni, amit aztán lehet osztogatni, hogy ö, lássák az emberek, hogy ö, mi az, ami kijött ebből az egészből. Úgyhogy, ö, úgyhogy ö, töltsétek, töltsétek, illetve ha kitöltöttétek, akkor osszátok, osszátok, illetve ha megosztottátok, akkor köszönjük, köszönjük, köszönjük. Na, és szerintem nyergeljünk át a, a vizualitás más dimenziójára. Dimenzióira. Igen. Sorozat. Ó, igen. Kezded? Kezdem. Én befejeztem a, a kívülálló című sorozatot az HBO-n. Uh, mondanám, baromi jó lett, főleg a, a vége. Nagyon stiffinkinges, nagyon jól adagolják benne ezeket a a nem valóságos uh, uh, dolgokat. Senki ne gondoljon itt ilyen uh, trónok, harca sárkányokra, ez egy ilyen, ilyen hét, hétköznapi misztikum, hogyha fogalmazhatnék így, mert igazából uh, nincs egy ilyen szörny benne, de egy nagyon-nagyon uh, mélyen bennünk élő félelem, és, uh, és piszok jól uh, lezárták a végét, ez egy 10 uh, részből álló, egy darab Stephen King novellát földolgozó sorozata az HBO-nak. Remélem egyébként, hogy ilyenekből lesz még uh, több, remek szereplőgárdával, iszonyú jó uh, színészekkel, uh, uh, nagyon jó kameramozgások, uh, fényképezések, uh, iszonyúan eltalált hangulat tényleg mindenkinek ajánlom, aki csak egy picit is fogékony, akár egy klasszikus kriminek is fölfogható, de, de attól egy picit több. Úgyhogy hajrá! Hát a másik, Charlie, én ismét megnéztem az, nem is tudom, hogy, hogy ki, az Avenue-t, E heti Na. részét. Na. Eheti részét. Még, még most tehát végig fogom nézni. E, értem én, Fifika, értem én, aztán majd az lesz, Charles beszipantott. De ne, nem szippantott. Be. Én tudod, Tejész. mivel voltam így? Jaj, várjál, De. mivel voltam így? Először egy érdekesség, hát ugye, koronavírus, a csapból is ez folyik majd, remélem nem. De hogy. Koronavírus is. Mi ment tegnap este a tévébe? Dustin Hoffman. Vírus. <gül> <gül> hogy ez berakni, ez, ez nekem nagyon morbid volt. De, hogy földobjam az adás végére a kedvét mindenkinek. Képzeld, na, és akkor, hogy így képbe kerülje, hogy mekkora a Q nálam. Elővettem a Q-ból a Sherlockot, ami, ha jól számolom, akkor ilyen három éves az első sorozat résztől kezdve, és elkezdtem azt idézőjelesen darálni, mert hogy akit érdekel Sherlock 2020-as, illetve hát ez a 21. századi történetbe ültetve, a BBC gyártásában tehát nagyon szépen meg van oldva, a zene az egy az egyben, mint a filmben, már a hangulata is, a, a szer tehát nem csak az, hogy Sherlock, és akkor volt -e valami ilyen reinkarnációja egyébként a Sherlocknak valami amerikai szar, ez nem olyan. Benedikt Benedict Cumberbatch játsza Sherlockot, az a szikár, csontos arc, Ö, nagyon hozza, nagyon hozza a karakter, geniális. Watson, Mycroft, ugye, a testvére, Ö, akkor ott van a, a főgonosz, hogy hívták, hogy hívták, a, hirtelen akartam mondani. Nem tudom, nem tudom most neked megmondani. Na mindegy, elkezdtem darálni, de az első epizódnál leesett, hogy ez, ez nem olyan darálás lesz, mert hogy néztem, hogy négy évad, atya úristen, el leszek látva, örök élet meg egy nap, hát nem, mert hogy egyrészt 90 perces, tehát egy frankó mozifilmnyi egy epizód, tehát itt aztán van esély kibontogatni a, a cselekményszálakat, és egy évad, három rész. De jó, jó, Fifika. Nagyon jó, harmadik évad közepén járok. Zseniális. Nagyon Moriarty professzor, igen, az ős ember. Moriarty. Moriarty. Igen, igen. igen. És hú, nagyon, nagyon nagy mondások vannak benne. Nem tudom, hogy hogy tud egy színész így egy mondatot biztos sokat gyakorolta, meg összevágták, hogy mit tudom, én, de így ledarálni, csak pislogtam a fejembe már közepén, hogy Jézus Mária, úgyhogy én mindenkinek javaslom, Netflixes természetesen, de gondolom más TK-ból is ki lehet kölcsönözni örök tagsággal. Sherlock. Úgyhogy ez lett volna nekem az ajánlás, és hát körülbelül ennyi. Várjuk még egyszer mindenkitől, aki még nem töltötte esetleg ki, hogy úgorjatok neki ennek a bődületesen egyszerű és jó kezelhető eliquid használati szokások 2.0-nak. Jövő héten találkozunk valamikor, szint úgy nem tudom, hogy ezt mikor fogom tudni megvágni, mert most pont a, a konferencia miatt megint rohanás lesz addig az életem, tehát addig még van Netto két szabad napom, ami inkább másfél, de holnap már adódott más program munkaügyjel kapcsolatban, úgyhogy inkább csak fél nap, úgyhogy igyekszem mi hamarabb kirakni. Mondjuk ahhoz az is kell, hogy elküldjed, és ránézek az órára. Atya, Szent Úristen, egy 40 44. 44. Nyers, úgyhogy Jézusom ebből dupla epizódot vágok, nem hiszem el, hogy már megint túlpofáztuk magunkat tisztára, mint a Krisztián idejébe, hát nem hiszem el. Ah, ragazgattunk, volna, ragazgattunk volna inkább mi is ilyen izéket, kis bábukat, mint a jó. Na, húzzuk be tényleg a kertkaput. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy itt volt velünk, kitartott. Jövő héten ugyanitt, ugyan veletek. Sziasztok! Egy élmény volt. Sziasztok!